az új Pókember mozifilm megjelenése után kötelező volt kihozni az ekkor már jól megszokott játékadaptációs változatot is, ami a filmre épülve meghozza a kedvet a mozihoz. Azt gondoltam, hogy egy könnyed, de korrekt iparos munka lesz az Amazing Spider-Man 2, ehelyett akkora pofont adott saját magának, hogy nem tért tőle észhez. Pókember megjelenítésével van itt a legnagyobb probléma. A karakter egyszerre komikus és baromira eszent a játékban, Deadpoolnál ez jól működik, mert a személy a tragikomédiára épül, Peternél viszont ez teljesen inkompetens. A zavar elsősorban azért ennyire szembetűnő a játékban, mert hiányzik a történetmesélés, a sztori, és egy pillanatig sem akarja elmagyarázni nekünk, hogy ez miért van így. A játék alapvető elméleti hibája és unalma ennek köszönhető. A történet kezdete a következő. Éljük mindennapi Peter Pókos parkűr életünket, megmentjük a szegény ártatlan járókelőket a gonoszok elől, és jó fejek vagyunk. Az első nyitókép során elveszítjük egyetlen igazi szeretett családtagunkat, Ben bácsikánkat, aki csúnyán elintéznek a gonosz banditák. Ezután tervezi a főhősünk, hogy megkeresi és megbosszulja pótapja halálát, gondolhatnánk, hogy ez lesz a főszál. Ben halála viszont már megtörtént az előző mozifilmben, az előző játékban nem volt benne, ami elég nagy zavart okoz. A játék elbeszélése során a másik legrosszabb pont, hogy ez a haláleset se Peter életében, se ami gamepaddal irányított isteni kezünkben nincs hatással. Meghalt, kész, és a nyomozás mögött sincs elegendő motiváció, teljesen idegenné válik a helyzet. Amit Pókember mutat, az nem igazi megrázkódtatás, nem az intro-extrovertált érzésvilágok dilemmája, hanem egy teljesen random dolog, mintha nem hagyna benne igazán mély nyomot ez a családi tragédia. Később a nyomozás háttérbe szorul, és csak véletlenszerű bosszokat kell legyőznünk különböző küldetések során, összesen 14-ben. Az eleve félában álló sztorit 5 órában lezavarják úgy, hogy Pókember akár a szomszédom is lehetne egy piros merítőhálóval a fején. Bizonyos részeknél baromira jó fej, makulátlan szuperhíró, a következő feladatban nagy komorsággal nyomoz az ügy után, nem lett átgondolva, hogy a történettel és az ebből adódó karakterfejlődéssel mit lehetett volna kezdeni. Peter jól harcol, jó mozdulatokat vett be, de kettőség jellemzi a mozgását. Hol nagyon jól jönnek ki a verekedős elemek, hol pedig úgy beleakadunk egy házba, mint pókafalon. A játék harcrendszere egy az egyben a Batman sorozatból megismert, vagyis lopott, kontraütéses, belassulós, föltözvágós dolog, egy nagy különbséggel. Hogy amíg ott megvolt a flow élménye az ütéseknek, itt egyedül a ritmustalan verekedés és gomnyomogatás a feladat. Az egész város olyan, mintha agyszívó pókok csípték volna meg a járókelőket. Elálltam az útját az egyiknek, és meg akartam vizsgálni, hogyan reagál erre. Te mit csinálsz? Na, itt látszik az igénytelenség. Nincs olyan jellemző, ami miatt beleszeretnénk és irányítani akarnánk Petert a céljai felé. Ez azért van, mert hiányoznak a játék alappillérei. Mintha felépítettek volna egy téglaházat, csak az alapot felejtették volna kiásni. Egyszerű, mint a bot, kiszámítható, mint a vasárnapi húsleves, és érdektelen, mint a filmből portolt játékok nagy része. Valami mindig hiányzik az ilyenekből, ami naggyá tenni őket. Vagy az átgondatlan történeten csúszik el, vagy a rossz és unalmas játékmeneten. Vagy csak azért, mert az apukák, anyukák úgyis megveszik csillogó szemű gyermekük új kívánságát. A filmes játékok mindig nagyon jó reklámot kapnak és óriási bevételt hoznak, a kritikusoknál viszont általában legalább akkorát buknak. Nincs mögötte alkotói igény. Inkább a legyünk túl rajta, a rajongók meg úgyis megveszik attitűde jellemző. Talán ezért nincs szükség kidolgozni egy karaktert, mert azt feltételezik, hogy ezt mindenki ismeri, ezt bárkinek el lehet adni. Ebben nagyon hasonlít a filmiparra, egyetlen rossz játék megvétele viszont tízezrekkel is megrövidítheti a pénztárcánkat. Az új Pókembert azoknak ajánlanám, akiket semmilyen módon nem zavarnak a rossz játékelemek, és ha megfelel annyi, hogy benne van Spider-Man.